Az országalma előtti térre hívta a sajtó képviselőit a Mi Hazánk Mozgalom Székesfehérváron, hogy bemutassa helyi polgármester jelöltjét és képviselőjelöltjeit. Vég Anna Mária az idei választásokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a legfontosabbnak a közlekedést, a közbiztonságot és a közösség fejlesztését tartják Székesfehérváron. Most igaz, hogy új menetrend van megint, ami egy részével meg vagyunk elégedve, vannak persze még hibák, de tudjuk, hogy nem egyszerű egy ekkora várost karban tartani egy közlekedésügyileg sem. Amit én javasoltam már a polgármester úrnak, a megújuló energiában egy napelemes Solaris busz, Solaris kör pálya kiépítésével, és annak idején én beszéltem is a beszállító cégnek az elnökével, azt mondta, hogy ha lenne rá igény, akkor nagyon szívesen segítenek kiépíteni a kötélpályát, és tesztbuszt is adnak. Vég Anna Mária az orvosi ügyeletrendszer kibővítését is szorgalmazza, valamint lakossági fórumok tartását a város problémás ügyeivel kapcsolatban. Árgyelen János, a Mi Hazánk Mozgalom Fehérvár megyei elnöke elmondta, 1500 jelöltet tudnak országosan elindítani. Nagyon-nagyon büszke vagyok a fehérváriakra, hogy ilyen jó csapattal és ilyen elszánttal indulnak a választásokra. Én az országos kampánycsapat tagja is vagyok, és azt láttam, hogy országszerte nagyon szépen feláll minden csapat hasonlóképpen. Jelenleg úgy néz ki, hogy 1500 jelöltünk tud országosan elindulni. A Mi Hazánk Mozgalom 2024-ben már teljes listával indul el a választásokon Székesfehérváron. Mindegyik körzetben van jelöltjük. A Mi Hazánk Mozgalom jelölthelye a következők. Pató Tamás Miklós, Szerencsés Judit, Imre József Gyula, Makai Zsolt László, Tóth Eduárd, Gerlich Dániel, Botos Gergő, Orosz Patrik, Botos Kincső, Varga Ildikó, Bejek Bendegúz, Temesvári Márta, Vég Anna Mária és Schwitz László.